Sziasztok! December 12-e van. Ez az utolsó nap, hogy Natival leszünk az ünnepek előtt, ugyanis holnap elutazik Amerikába 2 hétre. És hát egy pár újságnak azért már lenyilatkoztam, vagy hogyha mentem tévébe is, hogy nyilván ez egy nehéz döntés volt, hogy elmehessen-e vagy ne. És ilyenkor azért egy nő, vagy egy normális felfogású ember azért szerintem nem a saját kis érzéseit, vagy gondolatait helyezi előnybe, hanem a kislányát, hogy ő mit szeretne. Úgyhogy én Natitól megkérdeztem, hogy el szeretne menni, azt mondta, hogy igen. Most én azt gondolom, hogy egy szülő tényleg, aki nagyon szereti a lányát, az nem fogja azt mondani, hogy hát én már pedig nem engedlek el, mert majd az nekem nagyon rossz lesz, lehet, hogy neked nagyon jó lenne, de nekem rossz lesz, úgyhogy ne menj el. Tehát, hogy nagyon sokat mérlegeltem, és hozzáteszem, nem a 2 heten, és nem azon, hogy az ünnepek beleesnek, illetve hát a Nati esetében csak a karácsony, mert a szilvesztert már itthon tölti, hanem igazából így a hazajutása volt egyfajta ilyen sarkalatos kérdés, amit így nem szeretnék kifejteni, de az az egyetlen egy dolog bonyolította meg ezt az egészet. Viszont hosszas egyeztetés után, hál' Istennek, sikerült azt elérnem, hogy le van minden papírozva, a járatszám, hány órakor indulnak, honnan érkeznek haza, hány órára mehetek én ki a reptérre, a NATCO-ért, le van papírozva, alá van írva, személyes adatokkal ki van töltve, úgyhogy így megnyugodtam, hogy az édesapja fog vele hazarepülni, aztán majd ő visszarepül Amerikába. És nagyon sok olyat kaptam igazából olyan szülőktől, akár kommentbe, akár így a privát környezetemben, hogy hozzáteszem, együtt vannak a szülők, és van gyerekük, hát én ezt biztos, hogy nem engedném. Úristen, ezt hogy bírod? Na hát ez nálam biztos, hogy nem. És ilyenkor mindig elgondolkozom azon, hogy mit csináltam én rosszul, szóval a lányom érdekét néztem, elvált szülők gyermeke, muszáj kompromisszumokat kötni, és muszáj tolerálni. Úgyhogy én ezeket a szempontokat tartottam szem előtt, és én így gondoltam jónak, hogy tényleg csak a NATCO kis érdekeit néztem, és tudom, hogy nagyon sok élménnyel fog majd hazajönni, és szerintem nagyon boldog kis percei lesznek. És hát mindemellett persze bízom benne, hogy az internetes oldal az nem csak róla fog szólni, hanem megpróbálják valamilyen szinten betartani azt, amit egyébként már megbeszéltünk, hogy csak Instagramra posztolnak róla, letiltják a kommenteket, ez nem nagyon jött össze, de majd Mazsival szeretnék erről beszélni, mikor átadom neki a Natit, hogy azért erre próbáljanak meg odafigyelni. Úgyhogy a másik dolog az, ami egyébként közrejátszott a döntésem mellett, hogy 2 egymás utáni évben, Nati szülinapjakor, én külföldön voltam vele, egyszer Tunéziában, amikor az egész családdal elmentünk, mamáékkal, keresztülőkkel, anyukámékkal, gyerekekkel, akkor Tunéziában tartottuk a születésnapját, illetve utána pedig Fuerteventurán, amikor bikini fotózáson voltam. És akkor is pont beleesett Natinak a születésnapja, és nyilván akkor az édesapja is tolerált, és akkor is egyfajta kompromisszum kötés volt. Tehát én azt gondoltam, hogy most ezt a karácsonyt én így megpróbálom lelkileg feldolgozni, és tényleg a lányomat az előtérbe helyezni. Hát arra gondoltam, hogy ha már szenteste nem is leszünk együtt, akkor arra gondoltam, hogy küldök neki ajándékot. Vettem neki egy ilyen kis nyuszit, ezt ő nagyon szereti, és az összes ilyen kis fős állat megvan neki, hát le lehet fertőztetni, nagyon kis cukját, tudja ruházni a kis állatokat, és arra gondoltam, hogy befolyom neki a kedvenc parfümömmel, amit ő imád rajtam egyébként, és becsomagolom neki, meg egy szép képes lapra írok neki pár gondolatot. Hogy olyan egy érdekes, mint hogy ott lennék velem, vagy nem is tudom, csak pont anyával erről beszéltünk tegnap, és nem is sírtam még így egy adásba sem miatt, meg tényleg próbálom így úgy elfogadni ezt a helyzetet, hogy tudom, hogy neki nagyon jó lesz, és anya mondta, hogy majd akkor felhívjuk őt FaceTime-on, meg olyan, mint hogyha velünk lenne, és mondtam neki, hogy nem biztos, hogy szeretném, mert ahogy az Ázsiában is egyébként, ha lett volna arra lehetőség, hogy beszéljek vele, nem biztos, hogy beszéltem volna, mert tudom, hogy őt elgyengítem érzelmileg ezzel,
és ezáltal én is gyengültem volna, úgy érzem. És most ugyanez a helyzet, hogy ugye mi elutazunk, és pont az utazás is valamilyen szinten ennek az apropóján jött, hogy ez a két hét gyorsabban teljen, és 24-én fogunk Izlandról hazaérkezni. Én szívem szerint fát se állítanék itthonra, de Bence szeretné. És nem is a 24-től félek, mert én ugye a karácsonyt megélem magamban, és sokan már azzal foglalkoznak, hogy milyen díszítés legyen, meg mit posztoljunk az internetes felületekre, kinek szebb a lakása, vagy a háza, vagy állandóan ez az ajándék, mindenkinek mindent beszerezzünk, és azzal mindenki elfelejt foglalkozni, hogy karácsonykor mit is ünnepünk, minek is örülünk, miért adunk hálát. És soha nem beszélek arról, hogy vallásos lennék, vagy hívő lennék, tehát hogy nekem megvan a saját kis kapcsolatom, és na mindegy. Inkább én attól félek, hogy 25-én hazamegyünk a mamáékhoz, ott van az egész család, és akkor ott mindig szoktunk énekelni, és akkor tudom, hogy ott lesz mindenki, akit szeretek, gyerekek, együtt az egész család is, majd ott állunk a fánál, és nem lesz ott a Nati, hogy ő is énekeljen. Na mindegy. De mondtam anyának, hogy lehet, hogy én arra a 3 percre inkább kimegyek, addig nem szeretnék ott állni. Legalábbis most azt érzem, hogy nem szeretnék ott állni. Aztán majd, nem tudom, írok a Mazsinak egy üzenetet, hogyha a Nati olyan kis eldugott helyen van, mondjuk egy szobában, ahol tudunk normálisan beszélni, akkor beszélnék vele nyilván karácsonykor. De azt sem szeretném, hogyha esetleg ő elérzékenyülne, mert mondjuk már hiányzom neki, és emiatt haza akarna jönni, tehát hogy én a gyengeségemet, vagy az ilyen kis érzelmi hullámomat biztos, hogy nem mutatnám ki neki. Úgyhogy viszont tudom, hogy milyen a Nati, mert hogyha őnála meg teljesen más a helyzet, éppen fel van pörögve, mert vannak valahol, akkor meg egy picikét ilyen hebrencsül beszél, jó van anya, igen, én, és akkor tudom, hogy nekem meg az este egy picit rosszul, hogy én itt van a kis érzelmi hullámaimmal összetörve, közben ő meg kicsit ilyen hanyagul beszélne velem, vagy nem is tudom, tehát emiatt gondolom azt, hogy nem biztos, hogy beszélnék vele telefonon, de aztán majd nyilván meglátjuk, hogy milyen állapotban leszek én meg ő, de tényleg nem akarok érzelmeskedni, mert nem akarom, mert a Nati is nagyon érzékeny, és nem akarom, hogy azt érezze, hogy nekem bármi is rossz, tehát hogy ezt a 2 hetet ő tényleg úgy élje meg, hogy nagyon, nagyon boldog, és tele legyen élményekkel, és szívesen jöjjön majd haza. Na mindegy, úgyhogy csak erre a kis kedvességre gondoltam, viszont most elindulok a mamáékhoz, illetve még elmegyek képeslapot venni, meg csomagoló papírt. Elviszem magammal a parfümöt, és majd így az utolsó pillanatban szeretném befújni neki, hogy karácsonyra benne legyen a kis illatom, hogy örüljön neki. És most a mamáéknál pedig el fogjuk közösen készíteni a gombóclevest, a híres gombóclevest, ami tulajdonképpen úgy kell, hogy elképzeljétek, minthogyha szilvás gombóc lenne, de nincsen benne szilva meg semmi, csak ugyanaz a tészta, gombócok, és minthogyha egy ilyen borsóleves alapban lenne benne ez a gombóc. És a Nati imádja, és mi ezen nőttünk fel a mamánál. Tehát reggel a bundás kenyér teával, ebédre, amikor az összes unoka ott volt, vagy bármelyik unoka érkezett, mi mindig gombóclevest kértünk, és a mai napig az unokatesóimmal együtt a gombócleves a mindenünk. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy majd ezt megmutatom nektek, hogy hogyan kell elkészíteni a mamáéknál. Illetve a mama szokott csinálni almás pánkot, így le van reszelve az alma, és én mindig csak a nyers tésztát szoktam elhozni tőle, mindig félretesz nekem egy kicsit, és akkor én itthon kisütöm, mert az frissen a legjobb, esetleg lekvárral, meg porcukorral, úgyhogy a diétának ma off. De én pontosan ezt mondtam mindig, hogy én nem készülök fitnessversére, ha én hazamegyek vidékre, én jól akarok lakni, akarom azokat enni, amiket én kicsikoromban ettem, és amin én felnőttem. Úgyhogy ez lesz a mai program, és ott lesz Jázika is, anyáik, mondjuk anya dolgozik, úgyhogy majd ő később fog jönni. Utána pedig majd estére viszem Natit az édesapjáéknak, és reggel korán indulnak ki a reptérre. Úgyhogy tartsatok velem, mert majd dokumentálom a mai napot.
boldog karácsony, ilyen cuki, és rá van írva, hogy várjon rád, rengeteg móka és lefegyet, legyen karácsonyod, mesésen csodál. Na, beszereztem mindent, most már kijöttem a bevásárlóközpontból, úgyhogy indulok mamáékhoz, mert megvártak engem a főzés felé, szerintem már éhes a papa nagyon. Na most értünk ki Maglódról, és képzeljétek el, hogy ez az az útszakasz, amit mi minden nap biciklivel megjártunk, ugyanis Maglód legvégén laktunk az új részen, és itt ez az út, ami átvezet Gyömrőre, és ugye mi Gyömrőre jártunk óvodába és iskolába is, és minden egyes nap reggel ezt az utat megtettük egészen be Gyömrő központjáig, illetve haza is, iskolatáskával a hátunkon, és ezt mindig addig csináltuk, amíg le nem szakadt a hó, ugyanis akkor vett anya buszbérletet, amikor már tényleg nem tudtunk bicóval járni, ugye utunk nem volt, és ezt mi így oldottuk meg, és mindjárt megmutatom nektek azt a részt. Na, itt, amíg tovább mennék egyenesen a mamáékhoz, illetve ugye itt már Gyömrő van, láthatjátok. Ha itt tovább mennék, ott van egy sorompó, azon mi mindig átmentünk. Mi akkor még úgy jártunk suliba, ott megy a vonat. Viszont itt, képzeljétek el, hogy egy óriási nagy puszta volt, és azt hiszem, hogy itt volt a piac, ide jártunk át régebben mindig. És ezt ennyire beépítették, és ebben a kis körzetben is gondolkoztunk, hogy itt venni házat, és ide költözni. Csak hát egy bajunk volt vele, hogy nagyon-nagyon szorosan egymás mellett vannak a házak, és hát nem tudom, meg azt beszéltük Bencével, hogy imádjuk, szeretjük a családot, de azért nem kell egy helyen lakni, tehát azért az a 15-20 perc meg kell, hogy legyen, hogy mindenki nyugodtan tudja a kis család életét élni. És várjunk, nem itt kell bekanyarodni, hanem itt, és akkor már itt is vagyunk a mamákhoz, tehát itt van Gyömrő, ott van Maglód, és mi ott lakunk, én ott nőttem fel azon az oldalon. És ez itt a kis új rész, Gyömrőnek az új része. Na, és itt tovább megyek egyenesen, és ott is vagyok a mamáiknál. Itt is vagyok. Itt lakik ezt nénye, mama tesója, itt pedig a mamáék. És ez az az utca, ahol én a gyerekkoromat töltöttem, és itt egy nagy puszta volt, képzeljétek el, ott, ahol az a ház van, és itt pedig az angol tanárom lakik, a volt angol tanárom, és rengeteget játszottunk, fogocskáztunk ezen az utcán, és annyira sajnálom, hogy valószínűleg a Nati, most hát bízom benne, szeretném, hogy így nőjön fel, hogy ő is ki tudjon menni az utcára, és tudjon fogocskázni, mert hát ezek szerintem csodálatos kis dolgok, úgyhogy most behordom a cuccokat a mamáinkhoz, mert nagyon várnak a Natkóval. Na, itt vagyok. Én is. Hát itt nagyon sokat játszottunk, amikor kicsik voltunk. Itt laktunk egyébként, amikor anya szétvált az édesapámtól, akkor itt volt kialakítva egy kis lakás, távolabbról megmutatom, mert mamáik itt vannak bent, és ez egy nyári konyha volt egyébként régebben, aztán kialakítottuk ilyen egy szobakonyhára, vagy hát ők, papáik, és mi itt laktunk egy kis időt anyával. És akkor mindenhol. Nincs, hogy megnőttem. Na, halló! Na, hellóka! Hi! Hello! Na, megérkeztél? Ilyen sokkal jöttél már. Hát, mert mindent be kellett szereznem. Ne. Szia, annyira váltunk már, nem jövő, hogy főzöm a gombószáves. Na, látod? Meg a almásat sütördük. Igen, és most én az a helyzet. Igen, mert az a helyzet, hogy közben itt a mama már elkezdte és megcsinálta a gombóclevest és az almásfánkot, úgyhogy kicsit félreértelmeztük. Már Kitti ott teszi. Már Kitti eszi is. Á, jó van, nem baj. Majd akkor elmondjuk, hogy hogyan kell elkészíteni. Oké. Elmondjuk, hogy tudjátok, hogy kell csinálni. Hello! Hát szia, drágám! Szia, kis nyuszi pajtásom! Szia, Lázi! Minden jó? Akkor jó. És akkor anya vett képkeretet? Ti ezt kérjétek, mama? Jó? Nagy lányos.
Hát ott, ó, de szép. Nati? Igen. Szép. Na, le tudja írni a nevét? Hát látom. De ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Szívecskéled egy cuki volt. És szívecskét is tesz. Uta, hova tegyem a kezem? Igen. De is anyának oda befér? Aha. Ez oké. És akkor nézd. Jaj. Ha ezt ilyen ide nyomod, akkor sétál. Jaj, nagyon ér. Ha ez így középen van, ha ez így középen van, akkor nézd, akkor csak simán magad. És ha ez így, és ha ez így, és ha ez így gyarul van, ez alul, akkor húgálom. És ezt most miért kaptad a mamától? Csak úgy. Ott ez a fogacskát kiább jött. Hopsz, hol van? Afta, ó, ott véres egy picit, vagy ott van valami. Az meg megy, a ballag a kutya! Igen, na tessék, Natfóka, itt van a kutusod! Na tessék, Jázi! Jázi, ahogy tolja, mi? Az én vagyok, meg a Natfó? Aha, az a Kitty. Az a ki? Kitty? Á, és ott a Tibi a Kitty. Mi van csináltad? Most, nagyon jó! Megcsináltad? Nati, hogy tolja ott, figyeld! És én, hát de rólam miért olyan képet tettél be, profilból vagyok, és nem olyan jó. Kitty és Nati. Híres nevezetes gombócleves, amit mi felnőttünk, és ez megy tovább, ez a kis hagyomány, mert Jelzinak is az egyik kedvence, úgy látom, igen. És nekem is. És a Natinak is, köszönjük magadnak tündérke, jó? Mit hoztál, mama? Mondtam, hogy még mindig érzem a számban az ízét ennek a kajcsinak, mikor kicsik voltunk. És nem izgul rajta a nyénye, hogy olyan lettem, mint régen. Hát azt mondja, hogy remélni, hogy olyan lettem. Biztos. Itt van egyébként ez a festmény, ezt a Nati csinálta. És ide ki van téve. Hát na, ezt nézzétek meg. Ő Dorcsi, a keresztlányom, az én vagyok, Kajdi, ő Jázika, Pati, Kitty. Bunyó! Bunyó! Az is én vagyok. Borzasztó Jázika. Tudok a tesó, Kitty. Bunyó! Na, megmutatom azt a szobát, ahol mi mindig aludtunk, amikor mamáéknál voltunk, és itt volt egy kanapé, vagy talán ez volt, nem is emlékszem, és ezt mindig kihúztam mama, és itt aludtunk négyen unokák. Hát most már ez a szoba nincsen egyébként semmire használva, csak így el vannak ide téve a dolgok, de imádtunk itt aludni. És amint látom, a vászon képek még nem kerültek fel a falra. Erre egyébként nyáron, amikor hoztuk a mamáinknak, a pörkölt az egyikre sajnos ráborult, de le tudtuk törölni, úgyhogy nincsen semmi baja. De milyen cukik? Itt vannak a fiúk, itt vannak a csajok. Úgyhogy mindig itt voltunk ebbe a szobába, aztán reggel, amikor hallottuk, hogy mamáik ébren vannak, akkor átmentünk az ő szobájukba, ami emellett van, és mindig bebújtunk oda hozzájuk, ők az ágyba kávéztak, és egyébként még anyukámnak és az ő testvérének ez volt a szobája, mikor gyerekek voltak. Úgyhogy itt lehet, hogy találok egy pár kis fotót, régi fotót, ó, bizony! Itt van egy pár régi fotó, Kitty, Jázika, anya, és a tesó, jaj, hát ez én vagyok. Anyával ott vagyunk. Nem, én most nem megyek. Mama és anya, az ott én vagyok, szépségversenyen. Hogy néztem ki, az a Kitty, ez én. Itt első áldozók voltunk. Az igen, hát nem voltam top formában. Jaj, azt nézd. Ez én vagyok. Húha. Jó, annyira nem vészes, nem Jázi?
Nem. Figyelj, na ez viszont ez. Ez igen. Ez durva. Balagásom emléke a legdrágább mamának és papának. 2003. Hát volt baj bőven, meg kell hagyni. Az ott anya, amikor kicsi volt a testvérével. Jaj, ezt imádtam, ezt a fotót. Mário, Kitty, én és Kajdi, Claudia. És az az érdekes, hogy Mário már megházasodott, a Kitty még nem. Ez én vagyok. És nekem már van egy kislányom, és itt van Claudia, és már neki is van egy kislánya, Zoé, aki már 3 éves, ugye? Zoé, 3. Így voltunk 4-en, akik itt... Jaj, nem jó kép. Jaj, ez vesz fel, Léci. Így voltunk 4-en, akik itt ebben a szobában bandáztunk állandóan, ezen az utcán játszottunk, kint futkároztunk, és felnőttünk. Mama, ez nagyon vicces! Mama, ezt neked megtetszett a boltba, és úgy gondoltad, ez jó lesz a Natinak? Igen, igen. Mondom, mesét mond. És figyelj, nézi, hogy belül van-e írva. Mesét mond. Mondom, akkor még jobb. Hogy látogassa meg a nagymamáját, és vigyen neki egy kosárnyi elemózsiát. De miért ugrál más olvasás közben? Amúgy ez nagyon jó, erre elalszol otthon majd este? Jó. Biztos. Szerintem biztos, hogy a Lúd Nagy meséket mond. Na, szóval lemaradtam a gombóc leves elkészítéséről, és az almás fánk elkészítéséről is, mert hogy mama úgy készült, hogy mire itt leszünk, addigra minden készen legyen, de nem is baj, mert egyébként elég sok idő lett volna. Viszont a nővérem elment, és amit a mama csomagolt neki gombóc leves, az itt maradt. És akkor most a mama elmondja, hogy kell ezt készíteni, amin mi felnőttünk, de erről másokat meséltem nektek az úton idefele, úgyhogy mondd el, mama, hogy hogy kell. Na, a levit úgy csinálom, mintha borsólevest főznék. Akkor jól mondtam én ezt otthon, mert én így mondtam, igen, hogy egy borsóleves alap. Csak nincs benne borsó. Igen. És a krumplit megpucolom, megfőzöm, és akkor teszek bele vajat, összetöröm, teszek bele vajat, akkor egy tojást teszek bele, és akkor jó, összekeverem. És akkor beleteszek lisztet olyanra, hogy ne legyen az a nagyon kemény, hanem olyan jó puha és ízletes legyen. És abba teszek egy kis sütőport, hogy a sütőporttól könnyű legyen, ne legyen rágós, ne legyen kemény. És akkor szépen összedolgozom, hogy el lehessen gombócnak, megfőtt a leve, akkor szépen belerakom. Ezeket a kis gombócokat, amiket megcsináltál, beleteszed a kész levesnek a igen, levébe. Igen, 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 igen. És akkor ebbe megfő a ebbe gombóc. Megfő a gombóc, és hogy ez szép színe legyen neki, olajba teszek piros paprikát. Olajba piros paprikát. És azt ott elkeverem, ráöntöm, összeforralom, és így van a kész a gombóc. De ezt én rosszul mondtam, hogy ez nem olyan, mint a szilvás gombóc, csak nincs benne szilva? Vagy ez nem ugyanaz a tészta? Nem, mert könnyen. Na jó, akkor azt engedjétek el. Csak kinézetre olyan legalábbis. Egy kicsit puhább tészta legyen, mert hát ez olyan, mintha tészta lenne a levesben. Aha. Tulajdonképpen. És ez azért érdekes egyébként, mert ahogy én mondtam is nektek, hogy mi ezen nőttünk fel, mert mondtam, hogy minden reggel a bundás kenyér teával, és ez a volt az unokák kedvence, és ez generációról generációra száll, és most már anyukám is megtanult elkészíteni, hogy majd a natkónak nagyon sokáig tudjon ilyet csinálni.
mama mellett, úgyhogy... Igen, mert és a bundás kenyeret is azért szerettétek nagyon. Mert ilyen jó szottyos mert volt. Mert én úgy csináltam, hogy tettem bele egy kis tejet is. Igen. És attól puha lett, és mikor megfordítottam... Meg jó sósan csináltad. Megfordítottam a kenyeret, akkor még öntöttem is rá, hogy legyen rajta jócskán tojás. Az unokák kedvence, igen, és a dejt unokák kedvence, mert Zozi baba is szereti. Jó, gombóclevest kiveséztük, és itt van a másik kedvencem, és a mama már, még amit nem készített el, az a tojásos lett csonokkedivel. Igen, azt hát nem. Nem baj, de ahelyett lett, amit az eszénye csinált nekem, a, mi annak a neve? Töltött paprika. Az. Töltött paprika, mert nem azt tudtam meg a eszénényeit szeretett. Igen, éreztem. Na ez meg az almás fánk. Hát ezt megint úgy csinálom, hogy tojást ütök föl, teszek bele egy kis ezért, citromlevet reszelek is. Ebbe. De összekeverem, és akkor összekeverem, igen, és akkor a liszttel jó, összekeverem, tejet teszek bele, ugyanúgy ebbe is teszek sütőport, mintha, hát igen, hogy puha legyen. Jó, de most ezt aztán... De keményebb tészta kell neki. Ez valami mennyi finom, és hogy egy picit így meg van égetve, mint például igen, itt ez. Igen, az meg nagyon is jó. Nagyon jó. Nagyon jó. És lekvárral. Igen. Jó házi lekvárra, baracskal nagyon finom, de üvegből. Egyébként jó. Üvegből, igen, hát persze, itthon vagyok, nem? Ja, itthon vagyok. Úgyhogy nagyon finom. De... Hát ebbe is kell sütőpor, és keményebb tésztát kell csinálni, mint a palacsintának. És akkor az almát megpucolom, szépen lereszelem, nagyon és akkor azt bele kell jó keverni. Uh-huh. És akkor egy picit hagyni kell, hogy a sütőportú egy picit olyan dagadtabb legyen. Puhább majd legyen, dagadtabb. De... Lehet, hogy leírjuk, hogy miből menjünk igen, el, ki igen, kell igen, mérni, mert szerintem már így rutinból csinálom. Én nem mérek semmit, mert én már magam. Én azért nem mérek semmit, mert nincsen mérlegem otthon. Hát nekem van mérlegem, de nem mérem, mert én már tudom, hogy miből mennyit csináljak, hogy jó legyen. Uh-huh. Majd ha megcsinálod egyszer, úgy jössz, amit most akartunk, hogy figyeled, hogy csinálom. Jó. Majd legközelebb úgy, hogy figyeled, és akkor már tudod, hogy miből mennyit kell csinálni. Jó. És akkor Natika is megeszi. Bizony. Igen. Jó. Igen. Mert különben jaj, nagyon finom, mindenki szereti egészségete. Köszönöm, mama. Én hazaugrottam gyorsan, mert... Egyrészt azért, mert ugye elmegyünk Izlandra, és a nyári cuccaim itthon vannak anyáiknál, úgyhogy a strandpacskeremet el kellett hoznom, ugyanis megyünk majd Izlandon a Blue Lagoonba, és oda kelleni fog. Illetve kihasználom gyorsan ezt a kis fél órát, mert hogy Natina gyorsan becsomagolom az ajándékot. Vettem még neki egy ilyen kis tasagot, ami egyébként nem erre lenne, de én ebbe elrejtettem neki a kis nuszit, amit már beparfümöztem azzal az illattal, amit a legjobban szeret rajtam. És szerintem majd ezt így használni fogja ilyen kis takarónak neki. Illetve megírtam a képeslapot. Hát igazából annyit írtam bele, hogy életem, nagyon boldog karácsonyt kívánunk neked, anya megkérte az összes angyalkát, hogy vigyázzanak rád, érezd jól magad, nagyon várunk téged haza, szeretlek, törpe. Úgyhogy szerintem nagyon kis cuki lett, úgyhogy ezt most én gyorsan becsomagolom, mert utána mennem kell vissza, mert hogy várnak a többiek, és mivel még szeretnék egyszer kalcsizni, és addigra már a Bence is egyébként meg fog érkezni a mamáikhoz, meg anya is, és akkor még nyugiba együtt tudunk lenni egy kicsit. Csak hát itt anyáiknál, mire én találtam egy ollót, hát arról ne beszéljük, ollót azt találtam még egész hamar, tollat. Volt vagy 40, persze elkezdtem írni a képeslapot, persze nem fogott a toll, de nem dobja ki azt, ami nem fog, nem még azt elkezdtem, hogy majd hát, ha valamilyen úton, módon egyszer csak újra fogva. Jaj, ja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 j
mindegy. Mert ilyen cikit vettem, nem tud. Igen, és akkor vettem ilyeneket, és akkor ezzel van egy ilyen kis kétoldalú ragasztó, és elméletben erre írok a napkókának. Hát ez egytől fogod, hát Istennek. Amiket így mindig szoktunk egymásnak mondani. És akkor elragasztom, mondjuk ide föntre, hogy itt akarjunk egy kis cukiszerűséget. Jó, jó. Ez
kicsit én megyek, szeretem. Ő ezt mondjuk lehet, hogy egyszerűen kellett volna jobban, hogy szeretlek. Most ezt jelentem. Újra tervezés, de nem baj, mert van itt még cuki. Ilyet találtam, küldjetek el, és nagyon jó. Mert sokféle van benne. És egyébként, de nem értem, hogy aha, külön ez van. Jó. Most akkor a pingvines lehet lesz egy ilyen szarvasos. Gyorsan ráírom. Ez csak így ide szerintem ragasztom megint. Ez szerintem nagyon kis cuki lett. Na, indulok vissza mamáikhoz. Amúter! A Bencike! Mindenki az egy perccel később érkeztél, mint anya. Tényleg? Kísértétek egymást? Igen. Azt hittem, rossz kaput néztem. Mert ahol nem az egy nagy kapu mellett. A nagy kapu mellett. Az a papa? Bent van a szobában. Nati? Hát, hol van? Szerintem bementek. Mi ez? Mi ez, mama? Várjál, huma van a pocsíva, huma. Huma? Huma. Gyümölcs. Megkóstolod? Meg. Legugglizzuk ezt a humát. Tehát te vagy ez? Csalottál róla? Én sem, csak most. Jó. Na, milyen íze van? De honnan van? Én meg a héját is, zöldségekbe vettem. Ennek a héját? Igen. De hogy eszem? De, egy csak meg. Na, azért mondom, hogy ennek a héját is megettem. Hát lehet valami nyugodtan. Az itt nem paradicsom. De ez mi? Most gyümölcs. Huma? Gyümölcs. Huma? Jó. Tisztuk, és rájöttünk, hogy ez a gyümölcs, ez nem huma, húzva, hanem ez a kaki gyümölcs. És egyébként nagyon finom. Hát már egy hosszú repülőútra. Na szerinted mi lehet az? Amit ide teszünk a... A fejed mögé? Ide a nyakunkhoz. Nem. Hasonló. Hasonló. Az akkor ilyen... Támasz, amilyen vonalom vagy? Olyan vagy. És akkor így fel, és akkor Tati. Így... Nézd. És akkor így kerekesen, és akkor így... És akkor így... Ide, ide. Figyelj ide! Figyelj ide! Egyes! Egyes! Figyelj meg ide! Jaj!